Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A Ferihegyi Reptér üzemeltetője a Budapest Airport is tájékoztatta az Európai Parlament delegációját a küldöttség budapesti útja során. A hírek szerint szóba kerültek a repülőtérrel kapcsolatos folyamatban lévő ügyek és a magyarországi üzleti környezetben való működés feltételei is. A vonalban Varga G. Gábor repülési szakértő, az Egek Ura blog alapítója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szervusz, Gábor! Szóval, itt ez egy fura helyzet, mert hogy a magyar kormány nagyon elszántan és elkötelezetten szeretné megvásárolni a Budapest Airportot valami számomra ködös indokkal, de talán te jobban érted. A Budapest Airport azt mondja, hogy ő nem eladó, mert hogy az ő tulajdonosa nem szeretné eladni. Ehhez képest Orbán Viktor, aki meg szeretné szerezni a magyar kormánynak a Budapest Airportot, Katarnak ajánlja fel, hogy vegye meg a németektől. Én ezt most nem értem. Hát ez valóban egy elég, hogy mondjam, kommunikációs szempontból is egy meglehetősen bonyolult helyzet. Ide csak Csányi Sándor híres mondását szeretném idézni, aki azt mondta, hogyha egyszer ez nagyon jó mondás volt egyébként, hogyha ő egy lovat szeretne vásárolni, akkor nem a lóval tárgyal. Igen, ez jó. Na, a lényeg az az, hogy szerintem induljunk ki abból, hogy minden országban, hogyha van egy darab nagy, egyedi, erős piaci pozíciójú nemzetközi repülőtér, ami történelmileg úgy alakult, hogy magánbefektetőknek a kezében van, ez jó is így, de egyébként az is egy validáláspontja lehet egy kormánynak, hogy ő ezt szeretné visszavásárolni, vagy saját maga kontrollja alatt tudni. Ezzel idáig nem lehet vitatkozni. Mi van ilyenkor? A kérdés az, hogy meg tud-e állapodni a tulajdonossal, illetve elő tudja-e teremteni azt a meglehetősen nagymértékű, tehát milliárd euró nagyságrendű forrást, ami ehhez szükséges. Itt szerintem most ugye ez az egész vita, vagy ez az egész megvesszük a repülőteret sztori, ez már különböző magyar tőkések részvételével ez ugye legalább 2,5 éve zajlik, és folyamatosan napirenden van. Itt most ez a mostani esemény tömeg, ez szerintem azt mutatja meg, hogy azért messze nem járnak olyan közel az álláspontok egymáshoz, mint ahogy ezt időnként nem is feltétlenül a politika, de lehet, hogy bizonyos üzleti körök szeretnék tálalni. Tehát, hogyha a miniszterelnök Katarban egy egyébként üzleti látogatáson azt mondja, hogy ő nagy örömmel venné, hogyha katari finanszírozók részt vennének ebben a projektben, akkor az azt jelenti, hogy finanszírozók keresés zajlik, és keresünk olyan barátokat, akik be tudnak szállni egy ilyen. Jó, ezt még értem is. Gábor, abban segíts nekem. De ez azt jelenti, hogy nem vagyunk közel a tranzakcióhoz. Hát azt jelenti, hogy nincs egy büdös vasunk sem, csak akarunk valamit. De meg azt sem tudjuk ebből, hogy a németek eladnák-e. Igen, és a másik sztori pedig pont azt jelenti, hogy hát jelen pillanatban nem állnak közel a felek nagyon ahhoz, hogy megállapodjanak erről. Egyébként induljunk ki abból, hogy minden eladó, csak ugye nem mindegy, hogy milyen áron. Igen. Tehát. Na, akkor viszont én hátrébb lépnék egy métert. Azt mondod, hogy Katar, mennyivel jobb egy arab befektető Budapesten, mint egy Európai Uniós német partner? Én ebben nem tartok... Nem gondolom, hogy ott nagyon jobb, nem jobb pozíció van. Tehát ugye a befektető az abból a szempontból ítélhető jónak, nem jónak, hogy szakmailag mennyire van hozzáértése, mennyire elkötelezett az üzleti partnerei szempontjából, és vagy az üzleti partnerei iránt, és milyen önállóságot ad az üzleti partnerének a repülőtér irányításában. Tehát ugye minél nagyobb mozgásteret dolgoz ki magának a kormány, a magyar kormánynak, vagy a magyar államnak, annál jobb. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy most arab befektetőről, kínai befektetőről, vagy Európai Unió befektetőről. Valaki jöjjön, aki úgy gondolja, ahogy én akarom, hogy gondolja. Igen, uh-huh. És valaki jöjjön, aki egyébként
adott esetben előrébb teszi a prioritásban azt, hogy én hogy gondolom, mint sem a rövid és középtávú üzleti érdekeket és a professzionális szemléletet adott esetben. És akkor egy újabb kérdés, szerintem ezt sem sokan értjük. Mitől annyira fontos, hogy ki irányítja a Budapest Airportot, lánykori nevén Ferihegyet? Tehát az egy repülőtér, egy üzleti vállalkozás, jönnek, mennek a gépek, az utasok, a szállítmányok. Igen, de ugyanakkor egy olyan fontos közlekedési létesítmény, ami tulajdonképpen az egyik legintenzívebb befektetési terület, nagyon-nagyon sok függ az irányításától a hazai turizmusnak, a hazai áruszállításnak, tehát ugye valójában ugye mivel 15-20-50 évre tervezünk egy repülőtéri fejlesztést, baromira nem mindegy, hogy mondjuk egy légijáró központ fejlesztésről úgy döntünk, hogy hát akkor, hogyha 20 év alatt behozza az árát, és a 21. évtől már profitot termel, vagy azt mondja a menedzsment, hogy valójában nem annyira számít, lehet, hogy mi megelégszünk a profittal a 40. évben is. Tehát, hogy ugye nyilván ezek a döntések egyáltalán nem mindegy, hogy milyen jövőt vetítenek előre, tehát alapvetően a fejlesztés baromira meg tudják határozni, és én azt gondolom, hogy az lenne az igazán kívánatos, hogy egy állam és egy aktuális repülőtéri menedzsment az mindig partnerségben tudjon működni. Ez most a jelek szerint kifejezetten nem így van. Hogyha a Budapest Ez Airport... a látszat. Igen. A Budapest Airport fejlesztésére gondolunk. Abban a magyar kormánynak milyen olyan szándékai lehetnek, amit a mostani menedzsment nem támogathat? Egyáltalán mit akar a magyar kormány ettől a repülőtértől? Ezt lehet egy professzionális menedzsment minden fejlesztési elképzelést támogat, sőt, mint ahogy látjuk, ennek a menedzsmentnek egyébként saját fejlesztési elképzelései is vannak, amelyek bizonyos időn belül megtérülnek, és ennek a repülőtérnek a nyereségességéhez hozzájárulnak. És semmi olyan fejlesztést nem támogat, amely nem térül meg a repülőtér számára. És hát azért most mik vannak itt a vitáspontok között, szerintem azt is érdemes így azért feleleveníteni a hallgatóknak. Ugye van egy parkolóház, körülbelül 4 évvel ezelőtt egy jogerős építési engedélyt vont vissza a budapesti kormányhivatal, arra hivatkozva, vagyis hát a politika arra hivatkozott, hogy a repülőtéri vasút összeköttetésnek a feltételeit meg kell teremteni. Tehát 4 év alatt egy gram betont nem tettek oda, sőt most helyreállították ugye az eredeti állapotot. A Ferihegyi repülőtérnek az egyes termináját hamarosan újra fogja nyitni a repülőtéri menedzsment, annak érdekében, hogy a forgalom jobban és az utasok számára kényelmesebben menedzselhető legyen. Ehhez is kellenek hatósági engedélyek és állami hozzájárulásuk. Ahogy lehet hallani, ebben is folynak az igen intenzív egyeztetések. És egyébként pedig ugye hamarosan elkezdődik egy 3-as terminál, vagyis hát a szakmában 3-as terminál néven ismert, de hát egy grandiózus repülőtérbővítési projekt. Az merre felé indul? Aztán, hát ami a jelenlegi 2-es terminálnak az alapvető kibővítése lesz. Ugye a területen nincsen probléma, mert Ferihegy a legnagyobb területen fekvő repülőtér Európában. Tehát, de ugye ez is azt jelenti, hogy rengeteg hatósági eljárásra, hatósági engedélyre és nagyon komoly, úgymond állami kontribúcióra kell. Tehát, ha jól értem a szavaidat, lehet, hogy nem akarja a többségi tulajdonos német befektető eladni, de a magyar kormány képes olyan helyzetet teremteni, hogy jobbnak láthassák azt, hogyha inkább engednek. Ez is egy elméleti lehetőség, és az is egy elméleti lehetőség egyébként, hogy valamilyen megegyezés mentén kialakul egy olyan partnerség, aminek a révén ezek a utasélmény növelő fejlesztések megvalósulnak. Katarral vagy anélkül meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy rendet raktál ebben a dologban egy kicsit. Jelenleg szingapúri befektetők vannak benne a reptérben, vagy a finanszírozói ágon, szóval igen. Van itt köszönöm minden. Köszönöm szépen az érdeklődést. Varga G. Gábor, az Egek Ura blog alapítója, repülési szakértő volt a vonalban. Szervusz Gábor, köszönöm szépen. Szép napot kívánom.